köznapi életünk tarka felszíne, az univerzum megnyugtatóan egyszerű szabályain alapul. Ez a szilárd híd biztosan megtartja súlyomat. A víz alatta folyik el, és soha nem a hegy felé. Ha pedig fogom és elhajítom ezt a követ, mindig jól kiszámítható pályán szeli át a levegőt. Amint azonban a tudósok alaposabban is megnézték az anyag építőköveit, minden bizonyosságunk tova tűnt. Nem maradt helyette más, csak a kvantummechanika fura világa. A látható dolgok mögött olyan világot találtunk, ami cseppet sem hasonlít a miénkre. A kvantummechanika egyik atyának szavait idézve, az, amit valóságnak nevezünk, csupa olyan dologból épül fel, amit nem tekinthetünk valósnak. A világ legkiválóbb tudósai több mint 100 évvel ezelőtt kezdték el felderíteni a kvantumvilág furcsa és elképesztő csodaországát. Rájöttek, hogy az apró méretek világában egyszerre akár két helyen is lehet egy dolog. Hogy az eseményeket a véletlen szabja meg. Maga a valóság pedig józan ésszel fel sem fogható. Nem kevesebb forgott tehát kockán, mint az, hogy a világról összecsipegetett tudásunk tökéletesen helytelen. A kvantumfizika titokzatos világa. Einstein rémálma. A tudományos téboly világába vezető utazásunk egy teljesen jelentéktelen tárggyal kezdődik. Berlin. 1890. A fiatal Németország nemrégiben egyesült és teljes gőzzel iparosodik. Ebben az új Németországban iparvállalatok sorát alapítják. Milliókat költenek arra, hogy megvásárolják Edison új találmányának európai szabadalmi jogát, a villanyizzójét. Az izzólámpa a modern technika megtestesítője volt, a haladás reményt keltő és fontos jelképe. A műszaki vállalkozások hamar rájöttek arra, hogy micsoda vagyon szerezhető az új német birodalom közvilágításának kiépítéséből. Azt viszont nem vették észre, hogy ezzel tudományos forradalmat robbantottak ki. Különös, de ez a szerény kis tárgy vezetette el a tudomány talán legfontosabb tanának megszületéséhez. Én is ezzel foglalkoztam egész pályám során, a kvantummechanikával. A történet 1900 körül kezdődött, azzal, hogy a villanyizzónak volt egy különös furcsasága. A mérnökök tudták, hogy az árammal hevített vezetőszál felizzik. A jelenség fizikai háttere azonban teljességgel ismeretlen volt. Olyan alapvető dolgokat sem tudtak, hogy milyen kapcsolat lehet az izzószál hőmérséklete és a villanykörte által kibocsátott fény színe között. A rejtélyt nyilván meg kellett és meg is akarták oldani. Az új német állam támogatásával pedig arra is jó esély volt, hogy megelőzzék összes versenytársukat. . 1887-ben a német kormány milliókat költött egy új műszaki kutatóintézet létesítésére itt Berlinben. A Birodalmi Fizikai és Műszaki Intézet, más néven a PTR, 1900-ban azután egy kiváló, bár némileg merev felfogású tudóst is leszerződtetett. Max Plancknak hívták. A kvantumok pusztán elvi feltevések, igazán nem sokat törődtem velük. Planck egy álnokul könnyűnek tetsző problémát vizsgált. Miért változik meg a felhevített izzószál színe? Ahhoz, hogy érzékelhessék a Planck előtt álló rejtélyt, most tekerek egyet ezzel a kerékpárral. Ózsdi lámpáját egy régi módi dinamó működteti. Nyilvánvaló, hogyha gyorsabban hajtok, fényesebb lesz a fény. Minél erősebben tekerek, annál több áramot termel a dinamó, annál forróbb az izzószál és fényesebb a fény. De az izzónak nem csak a fényessége nő, hanem a színe is változik.
Ahogy fokozódik a tempó, a szén a vörösestől a narancs, majd a sárga felé tolódik el. Most aztán igazán beletaposok. Az izzószál egyre forróbbá válik, de annak ellenére, hogy fényesebb lett, a színe látszólag szinte semmit sem változott. Sárgás-fehér maradt. Vajon miért nem lett kékesebb a fény? E kérdés vizsgálatára építették meg Planck és kollégái ezt a fekete testet. Egy különleges csövet, aminek igen pontosan be lehet állítani a hőmérsékletét, hogy utána megmérjék a kibocsátott fény színét, azaz rezgés számát. Napjainkban, több mint 100 évvel később a PTR-ben újra elvégzik ezt a mérést, csak sokkal pontosabban. A belső hőmérséklet 841 Celsius fok. Érzem, hogyan árad belőle a hő, a színe pedig ragyogó, szép, narancsos vörös. Nagyjából ugyanolyan színű, mint a bicikli lámpám fénye, ha lassan tekerek. Jó lenne valami forróbbat is látni. A hőmérséklet ezúttal már 2000 Celsius fok körül lehet. Most már sokkal fényesebben, fehérebb fénnyel izzik. Az ilyen erősségű és színű fény előállításához nagyjából 40 kW-os teljesítmény kell. Ez ugyanannyi, mintha 400 magamfajta kocabiciklis vagy a Tour de France teljes mezőnye tekerné a pedált. Bár a fény fehérebb, ez vöröses fehér, mert nagyon kevés benne a kék. Miért sokkal nehezebb kék fényt előállítani, mint vöröset? És akkor a spektrumnak a kéken túli részén ott van még az ultraibolya fény, ami igazán ritkán keletkezik, olyan forró fényforrásokban sem, mint a nap. Még a nap 5500 Celsius fokos felszínéről is jó részt csak fehér látható fény érkezik. Ha azt vesszük, hogy milyen forró, akkor feltűnően kevés benne az ultraibolya. Vajon miért? Miért olyan nehéz ultraibolya fényt előállítani? A 19. század végi tudósokat annyira zavarba hozta ez a józanésznek látszólag ellentmondó jelenség, hogy a baljóslatú ultraibolya katasztrófa névvel illették. A rejtély megoldása felé Planck tette meg az első lépést. Pontos matematikai összefüggést talált a fény színe, azaz rezgés száma és energiája között. Az okát viszont nem tudta kideríteni. Azután jött egy másik furcsa anomália, ami végleg felforgatott mindent. A 19. század végén a tudósok az akkoriban felfedezett rádióhullámokat és azok terjedését tanulmányozták. Erre a célra olyasfajta kísérleti berendezéseket építettek, mint ez. Lényegében arról van szó, hogy ez a forgó korong óriási feszültséget gerjeszt, majd ennek hatására szikra pattan át a két félgömböt elválasztó légrésen. És ekkor valami merőben váratlan dolgot tapasztaltak a fénnyel kapcsolatban. Kiderült, hogy ha erős fénnyel világítják meg a készüléket, akkor könnyebben pattannak át a szikrák a gömbök között. Valami titokzatos és ismeretlen kapcsolatnak kell tehát lennie a fény és az elektromosság között. Ahhoz, hogy megértsük a jelenséget, szükségünk van egy műszerre, amit aranyfóliás elektroszkópnak nevezünk. Ez lényegében a szikragenerátor érzékenyebb változata. Először is föl kell töltenem. Ilyenkor többlet elektronokat viszek föl rá, és azok taszító hatása eltávolítja egymástól a két aranyfóliát. Most vörös fénnyel világítom meg a fényfelületet. Semmi hatása. Bárhogyan növelem is a fényerőt, meg sem moccannak az aranylemezek. Most pedig kipróbálom a sok ultraibolyát is tartalmazó kék fénnyel. Az aranylemezek nyomban összecsukódnak.
fény tehát megszüntette a lemezkék elektrostatikus töltését. Valamiképpen eltüntette a műszerre fölvitt elektronokat. De miért volt hatékonyabb az ultraibolya fény, mint a vörös? Ezt az újabb rejtélyes jelenséget nevezték el fényelektromos hatásnak. Az ultraibolya katasztrófa és a fényelektromos hatás komoly fejfájást okozott a fizikusoknak, mert még a legjobb korabeli fényelmélet sem adott rá magyarázatot. Az ugyanis tisztán hullámnak tekintette a fényt. Ha a köznapi életben vizsgáljuk, a fény a józan ésszel összhangban hullámként viselkedik. Nézzék a kezem árnyékát, nem éles a határvonala. Ez azzal magyarázható, hogy a kezem szélét érő fény elhajlik, és ezért kissé elmosódik, éppen mint a vízhullámok egy akadály körül. Ez a viselkedés tökéletesen érthető és hullámszerű. Van itt még valami. Egy igazán szép jelenség. Nézzék ezeket a szappanbuborékokat. Ragyognak a fényben. Gyönyörű színes minták jelennek meg a semmiből. És ez is könnyen magyarázható, ha elfogadjuk, hogy a vékony szappanhártya külső-belső felületén visszatükröződik, és eközben a szivárvány színeire bomlik a fényhullám. A fényt tehát a térben terjedő energiahullámnak tekintették. A vízen fodrozódó hullámokhoz hasonlóan. Ezt épp olyan szilárd tényként fogadták el, mint azt, hogy a Föld gömbölyű. A hullámelmélet tökéletesen leírta az árnyékot meg a buborékokat, az ultraibolya katasztrófával és a fotoelektromos hatással viszont már nem boldogult. Megvolt tehát a baj. A kérdés roppant egyszerű. Miért viselkedik így a fény? Ahhoz, hogy lássuk, milyen abszurd volt ez a két új jelenség, vegyük előbb szemügyre a vízhullámokat. Ez a hullámmedence a királyi vízimentők Dorseti székhelyén található. A mentőcsónakosok itt szimulálják a különféle méretű tengeri hullámokat. Először csak a kisebbeket. Ezek alig 30 centisek. Az ekkora hullámoknak nem túl nagy az energiájuk. Alig ha elegendő ahhoz, hogy ledöntsék a felső konzervdobozt. De amikor a hullámzás másfél méteresre nő, az már egy egészen más eset. Ilyenkor annyira dobál a víz, hogy képtelen vagyok megtartani a helyén a felső dobozt. Ez a példa nyilvánvalóvá teszi, hogy egy magasabb és erősebb hullámnak nagyobb az energiája. Egyszerűen feldönt. Engem épp úgy, mint a dobozaimat. Ha tehát a fény hullám, akkor az erősebb fénynek több elektront kellene eltüntetnie. Mégsem ez történik. Hiszen még a legerősebb vörös fény sem távolította el a feltöltött műszerről az elektronokat. És akármilyen furcsának tűnik is, a halvány ultraibolya sugárzás másodpercek alatt boldogult velük, azaz a fény ezúttal nem hullámként viselkedett. Az ellentmondást csak egy merőben újszerű elmélettel lehetett feloldani. Ez 1905-ben történt meg, és talán még a szerzőjét is ismerik. Albert Einsteint. A valóságnak egyetlen elfogadható leírása sem tenné indokoltá a kvantummechanikát. Ez itt a berlini Archenhold csillagvizsgáló. Furcsa vas és acélszerkezet meredezik a tetején, ami ágyúnak látszik ugyan, de csak egy távcső. Az 1896-ban épült teleszkóp annak idején a világ egyik legnagyobb ilyen műszere volt, és a tudósok és a nagyközönség szemében egyaránt az új tudomány egyik szentélyévé tette a helyet. Albert Einstein is tartott itt egy nevezetes előadást a relativitásról. Pedig nem is ezért az elméletért kapta a Nobel-díjat, hanem egy másik tudományos eredményért.
Einstein 1905-ben gondolta ki a fotoelektromos hatás magyarázatának elméletét. Az elképzelése annyira újszerű volt, hogy már-már eretnekségnek számított. Azt javasolta, hogy feledjük el a hullámokat, és tekintsük inkább apró, golyószerű részecskékből álló áramlásnak a fényt. A fénynek ezeket a részecskéit pedig kvantumoknak nevezték. Einstein szerint a kvantum tehát egy parányi energiaadag. Bár 1905-ben maga a szó már nem volt újdonság, az az ötlet, hogy a fény kvantumos lehet, őrültségnek tűnt. Einstein mindazonáltal logikusan végigvitte ezt az eretnek gondolatmenetet, és ezzel egy csapásra megoldotta a fény ellentmondásait. Megpróbálom elmagyarázni egy durva hasonlat segítségével. Persze, mint minden hasonlat, ez sem tökéletes. De talán ad önöknek némi ízelítőt a fizikából. És az is kiderül, hogy a részecske áramlásnak tekintett fény mivel magyarázza a fotoelektromos hatás rejtélyét. Hasonlatunkban ezek a piros golyók képviselik Einstein fénykvantumjait. Azok a dobozok pedig a fényben fogva tartott elektronok. Már most az eredeti kísérletben akkor indul meg az áram, ha fénnyel világítják meg a fény felszínét. A hasonlatunkban ez azt jelenti, hogy ezekkel a piros golyókkal kell ledöntenem a dobozokat. Teljesen hatástalan, épp úgy, mint a vörös fény. Einstein szerint a vörös fény részecskéi csak kevés energiát hordoznak, mert a vörösnek kicsi a rezgés száma. Akármilyen fényes is a vörös fény, még a részecskék áradata sem képes kimozdítani a fényből az elektronokat. Épp úgy, mint a piros golyók. Most nehezebb lövedékeket fogok használni. Ezekkel a kék golflabdákkal próbálom meg leütni a konzervdobozokat. Ezek lesznek az ultraibolya fény megfelelői a kísérletben. Most minden egyes fényrészecske több energiát hordoz, mert az ultraibolyának nagyobb a rezgés száma. Elég volt néhány darab, vagyis már a halvány ultraibolya fény is kimozdítja a fém elektronjait. Ezt jelzi az összecsukódó aranyfüstlemez. Az apró részecskékből, azaz kvantumokból álló fény ötletével Einstein hibátlanul megmagyarázta a fény elektromos hatást. Emlékszem, hogy amikor először hallottam, eldobtam az agyam. Annyira elegáns volt, és olyan egyszerű. Einstein remek ötletével ráadásul még a villanyizzó Planck-féle rejtélyére is fény derült. Az izzó azért bocsát ki több vörös fényt, mint ultraibolyát, mert az ultraibolya kvantumokhoz jóval több energia kellene. Százszor több. Nem csoda tehát, hogy olyan kevés keletkezik belőlük. Ez volt az a pillanat a 20. század elején, amikor igazi fordulat következett be a fizikában. Kiderült, hogy az a régimódi tudomány, amit már Newton és Laplace óta űztek a kutatók, végérvényesen elavult, és teljesen új megközelítésre lesz szükség. Ettől a perctől a fizika örökre megváltozott. Másképpen fogalmazva, ez volt az a pillanat, amikor megszületett a modern fizika. Igen ám, de Einstein elképzelése komoly fejtörést okozott a fizikusoknak. Korábban a fény egyértelműen hullámnak tűnt, mert az jól megmagyarázta az árnyékokat és buborékokat. Most pedig az Einstein kvantumokkal részecskeszerű lett, mert csak így lehetett leírni az ultraibolya katasztrófát, a fényelektromos hatást. Néhány évvel Einstein őrülten zseniális ötlete után az ellentmondás tovább mélyült, és még rejtelmesebb lett.
Ami eredetileg csak a fény fura rejtélyének tűnt, végül magának a valóságnak a mi bellétével kapcsolatos csatatérré változott. ...1922. Forrong a nyugati világ. Fenekestül felfordul a század kulturális élete. Megjelenik James Joyce Ulyssesze. Stravinsky a zenei pályája csúcsára érkezik. Elkészül Chaplin első komoly mozifilmje. Összeomlik az oszmán birodalom. Európa még nem tért magához a háború után, amelyben férfiak milliói lelték halálukat. Oroszország kommunistává válik, Amerika pedig jazzzel árasztja el a világot. Hihetetlen igény volt a művészi, politikai, irodalmi és gazdasági változásra. Így született a modernizmus. Lehet, hogy ferde szemmel néznek majd rám, de mégis megkockáztatom, hogy a fizika forradalma simán lepipált minden egyebet, és a következményei is jóval hosszabb távúak lettek. A fény fura és ellentmondásos hullám részecske természetének felfedezésével kezdődött az egész. Majd végül a tudomány legkiválóbb elméinek küzdelmébe torkollott, aminek nem kisebb tétje volt, mint a valóság maga. Egyik térfélen a modernista forradalom új tudós nemzedéke állt, vezérükkel a dán Niels Bohrral. Mindaz, amit valósnak nevezünk, valósnak nem nevezhető dolgokból áll. Az értelem hangján szóló Albert Einstein képviselte a másik oldalt, ereje teljében és világhíresen, igazán félelmetes ellenfél. Csatájuk évtizedekig tartott, és bizonyos szempontból máig sem ért véget. A világ egyetemein, konferenciákon, bárokban és kávézókban vívták. Még felnőtt férfiak is sírva fakadtak, pedig csak egy szimpla kísérlettel indult az egész. És ami még különösebb, az a kísérlet nem is a fényről szólt, hanem az elektromosság elemi részecskéiről. Az 1920-as évek közepén az amerikai New Jersey-ben lévő Bell kutatóintézetben került sor arra a kísérletre, ami merőben váratlan dolgokat árult el az elektronról. Akkoriban senki nem vonta kétségbe, hogy az elektronok ezek az apró anyagi részecskék, kicsik és szilárdak, akár a parányi biliárdgolyók. A Bell kísérletben elektronnyalábot irányoztak egy kristályra, és azt vizsgálták, hogyan szóródik szét. Már most ez pontosan olyan, mintha az elektronágyúból kilépő nyalábbal megcéloznék egy maszkot, amin két keskeny rés van, és az elektronok a réseken áthaladva jutnának el a leghátul elhelyezett lapig. De ekkor a Bell tudósai olyasmit tapasztaltak, ami alapjaiban rengette meg a fizikát. Az okok megértéséhez lássunk egy hasonló kísérletet, csak vízhullámokkal. Előkészítettem ezt az egyszerű kísérletet. A hullámtartályt egy írásvetítő tetejére helyeztem. Van benne egy rezgéskeltő. Ez hozza létre a két keskeny résen áthaladó hullámokat. A projektor a terem hátsó falára vetíti ki a hullámok mintázatát. Látható, hogy a balról érkező hullámok átpréselődnek a két résen, és a túloldalon interferenciát keltenek, megzavarják egymást. Az történik, hogy ha a hullámcsúcs egy másik csúccsal találkozik, akkor a két hullám magassága összeadódik. Ha viszont a hullámhegy völggyel találkozik, akkor kioltják egymást. Emiatt alakul ki ez a jellegzetes sávos minta, amiről azonnal látszik, hogy hullámoktól ered.
Fényes és sötét vonalak. Ha ilyen világos és sötét sávokat látunk, az a hullámmintázat áruló jele. Biztosan tudhatjuk, hogy a vizsgált jelenség hullám jellegű. Nem fogják kitalálni, mit láttak New Jersey-ben. Azt, hogy a két résre kilőtt apró és szilárd részecskék, mármint az elektronok, pontosan ugyanilyen mintázatot hoztak létre, fényes és sötét sávokat. Hogy mi itt a gond? Hát az, hogy egyszer a hullámtermészetű fény viselkedik úgy, mint a részecskék, máskor meg a részecskeszerűnek tartott elektron képez hullámmintázatot. Ám a valóság még ennél is furább volt. A hullámmintázat létrehozásához ugyanis nem kellett teljes elektronnyaláb. Újabban ezt a kísérletet úgy is megismételték a világ kutató laborjaiban, hogy egyesével eresztették át a maszkba vágott réseken az elektronokat. Eleinte úgy tűnik, mintha az elektronok véletlenszerűen érnék el az ernyőt. De ezután alakot ölt a minta. Az a tipikus hullámmintázat. Kerekperec, meg kell mondanom, hogy ez rémesen fura. Ne feledjék, hogy a víztartályos kísérletben csak is akkor jött létre a sávos hullámmintázat, ha a hullámok áthaladtak mindkét résen és interferenciába léptek. Erősítették vagy kioltották egymást. Itt viszont minden egyes elektron, minden egyes részecske külön-külön halad át a réseken és jut el utána a vetítő ernyőre. Röviden szólva, minden egyes elektron hozzájárul a jellegzetes hullámmintához. Az egyedi elektron tehát hullámként viselkedik. Niels Bohr és kollégái ennek a különös megfigyelésnek a magyarázatára alkották meg a kvantummechanikát. Azt a tébolyító fény- és anyagelméletet, amit szinte lehetetlen felfogni, mégis kiküszöbölte az ellentmondásokat. Maga Niels Bohr jelentette ki, aki nem rémül meg a kvantumelmélettől, az nem is értette meg. Éppen ezért most fogom az elektronunkat és leásunk a valóság legmélyéig. Igen, és készüljenek föl a lelki sokkra is, mert másképpen nem tudom elmagyarázni önöknek, hogy mi történik akkor, amikor az elektronok áthaladnak a réseken. A kvantummechanika szerint a létező tárgyak mozgását nem lehet leírni. Legfeljebb annyit mondhatunk, hogy az elektron mekkora eséllyel található meg egy adott helyen. Ez az úgynevezett valószínűségi hullám. Az, ami áthalad a két résen, majd interferenciát kelt, épp úgy, mint a víz hullámai. Végül elér az ernyőre, és ekkor az elektron, ami addig holmi eshetőség volt csupán, hirtelen valóságossá válik. Megpróbálom érzékeltetni ennek az egésznek a furcsaságát. Ha megpörgetek egy érmét, az mindaddig elmosódik, amíg forog. Nem látni, hogy fej lesz-e, vagy írás. De ha megállítom, azzal döntésre késztetem. Fej lett. Korábban sem fej nem volt, sem írás, hanem mindkettő. Amint viszont megállítottam, döntenie kellett a két lehetőség között. Bohr és hívei szerint pontosan ez történik az elektronnal is. A forgóérme bizonyos értelemben fej is volt, meg írás is, de végül fej lett. Hasonló történik az elektron valószínűségi hullámával, amikor áthalad a réseken, mégpedig egyszerre, mindkét útvonalon. Valószínűségi hullámként megfoghatatlan volt, de az ernyőt elérve részecskévé válik. Ez tehát a kvantumvilág, merőben más, mint bármi, amit ismerünk. Igazán tébolyító elmélet. Bohr lényegében véve azt állítja, hogy az elektron valódi helyzetét sohasem ismerhetjük, amíg csak el nem végzünk egy mérést. Talán még ennél is furább az, hogyha nem tudjuk, hol van az elektron, akkor az egy adott pillanatban mindenütt jelen lehet.
Ugye tudják, hogy az elektron köznapi világunk leggyakoribb, legalapvetőbb építőköve. Bohr ennek ellenére azt állította, hogy voltaképpen csak a megfigyeléssel hívjuk elő a helyzetét. Olyan ez, mintha függöny rejtené el előlünk a kvantumvilágot. De vajon mi van mögötte? Szilárd valóság nem létezik. Csak a valóság lehetősége. Bármi csak akkor válik valóssá, ha elhúzzuk a függönyt, és megnézzük. És íme, hölgyeim és uraim, ebből az elképzelésből nőtt ki a koppenhágai iskola. Bármilyen meggyőzőnek tűnt is Niels Bohr szokatlan ötlete, sokaknak nem vette be agyomra. Még szószólót is találtak maguknak, a tudomány legtekintélyesebb alakját. Albert Einstein zsigerből gyűlölte a Bohr-féle elképzelést. Híressé vált a megjegyzése. Vajon, ha nem nézzük, a hold is eltűnik? Nagyon elégedetlen volt vele, mert a megismerést korlátozta, ami szerinte tarthatatlan volt. Úgy gondolta, hogy lennie kell egy jobb elméletnek is. A következő 10 évben Einstein és Bohr szenvedélyes vitát folytattak arról, hogy a kvantummechanika a valóságtól való elszakadást jelenti-e, vagy sem. Einstein később úgy gondolta, hogy Nathan Rosennel és Boris Podolskyval sikerült megtalálniuk a vitát eldöntő érvet. Szentül hitte, hogy rábukkantak a koppenhágai értelmezés végzetes hibájára. Mégpedig abban az állításban, hogy a valóság csak a mérés pillanatával jön létre. Einstein érvelése a kvantummechanika összefonódási elvén alapult. Az összefonódás azt jelenti, hogy bizonyos kvantumrészecske párok között hihetetlenül szoros a kapcsolat. Ha például ugyanaz az esemény hozta létre őket, akkor a sorsuk végérvényesen összefonódik egymással. Hadd magyarázzam el. Legyen most ez a két pörgő érme a részecske párunk. Tegyük föl, hogy ez a két érme két elektron, amelyeket ugyanaz az esemény hozott létre, majd eltávolodtak egymástól. A kvantummechanika szerint a közös születés összefonta őket, ami azt jelenti, hogy számos tulajdonságuk végleg egymáshoz kötődött, bárhol legyenek is most. A koppenhágai iskola szerint egyik érméről sem tudjuk, hogy fej vagy írás lesz-e, amíg meg nem állítjuk. Sőt, mi több, még fej és írás sem létezik. Az összefonódás pedig még furcsábbá teszi ezt az amúgy sem egyszerű helyzetet. Amikor megállítjuk az első érmét és fejet látunk rajta, akkor a másik érme azonnal írássá válik. Ennek a kettejük között létesült összefonódás az oka. És itt van a kutya elásva. A mérés eredményét nem tudom megjósolni, csak azt, hogy a két kimenetel mindig ellentétes lesz. Nos, Einstein éppen ebbe kötött bele. Mert ez azt jelenti, hogy valami olyasmi történik az érmék között, ami józan ésszel szinte elképzelhetetlen. Úgy tűnik, mintha a két érme valamiféle rejtett és közvetlen kapcsolatban lenne, tértől és időtől függetlenül. Még akkor is, ha az egyik érme itt van a Földön, a másik pedig a Plutón. Einstein nem hitt a fénysebességnél gyorsabban végbe menő kommunikációban. Az ő relativitás elmélete szerint semmi sem terjedhetett a fénynél gyorsabban. Még az információ sem. Akkor viszont hogyan szerez az egyik érme tüstént tudomást a másik sorsáról? Ezt a távolhatást Einstein kísértetiesnek nevezte, és a koppenhágai iskola végzetes hibájának tartotta. Ráadásul neki volt egy jobb ötlete. Einstein szerint létezhet egyszerűbb magyarázat is. Az, hogy a két érme sorsa már jóval a megfigyelés előtt eldől, mégpedig függetlenül attól, hogy az eredmény végül fej lesz-e vagy írás. Azt állította, hogy az érmék látszólag csak a megfigyelés pillanatában döntenek ugyan az írás és a fej között, de a döntés már jóval régebben megtörtént, csak nem tudunk róla.
Einstein felfogása szerint a kvantumrészecskék nem olyanok, mint a pörgő érmék. Olyanok inkább, mint egy pár kesztyű, balos és jobbos, két külön dobozban. Azt, hogy melyik dobozban milyen kesztyű van, csak akkor tudhatjuk meg, ha kinyitjuk az egyiket. És ha jobbkezes kesztyűt találunk benne, akkor azonnal tudjuk azt is, hogy a másik dobozba balkezes került. Ehhez viszont nem kell semmiféle kísérteties távolhatás. A megfigyelés ténye nem változtatja meg a kesztyűket. Azok már kezdettől fogva vagy balkezesek, vagy jobbosak. Egy valami változik csak, a mi információnk. Vajon melyik kép írja le helyesen a valóságot? Bór érméi, amelyek csak akkor válnak valóssá, ha megnézzük őket? És mágikus kommunikációt folytatnak egymással? Vagy Einstein kesztyűi, amelyeket nem látunk ugyan, de már eleve bal és jobb kezesek? Másképpen fogalmazva, vajon létezik-e az objektív valóság, vagy sem? Az előbbit Einstein állítja, az utóbbi Bohr nézete. Jó kérdés, de az 1930-as évek végén a világot sokkal jobban érdekelte a háború. A valóság miben létéről folytatott vita holtpontra jutott. Miközben a háború egész Európára kiterjedt, sok kiváló tudós Amerikába menekült. A második világháború befejezésével aztán következett a hidegháború. És a súlyos dollármilliárdokkal támogatott amerikai tudomány előtt megnyílt a fényes jövő. Tudniuk kell, hogy a háború után a fizikusok nagylelkesen visszatértek a munkához, és mindenre megpróbálták ráhúzni a kvantumelmélet elveit, az atomokra épp úgy, mint a fény és az elektronok kölcsönhatásaira. Ahhoz viszont, hogy eredményesek legyenek, a kérdés filozófiai vonatkozásaival nem kellett foglalkozniuk. A kvantummechanika tette lehetővé a modern elektronikát megalapozó félvezetők megismerését. A kvantumosság elvén működnek a lézerek is, melyek alapjaiban formálták át a kommunikációt és az orvostudományt. Vagy az atomenergia lehetőségeit. A kvantummechanika olyan sikeres lett, hogy a gyakorló fizikusok többsége fittyet hányt Einstein kifogásaira. Azért nem törődtek vele, mert jól működött minden. Még egy tréfájuk is volt rá. Csak fogd be és számolj! A sikernek pedig az lett az ára, hogy egyszerűen a szőnyeg alá seperték a kvantumos világ és a valóság kapcsolatát feszegető Einstein-Bohr vitát. Néhányan azonban minden gyakorlatias szempont és siker ellenére sem hunytak szemet egy ilyen apró hiányosság fölött. A 60-as években végül egy magányos gondolkodó kiötlötte, hogyan lehetne végleg eldönteni a vitát. Bohr logikátlan és szándékosan homályos, de igaza van. Einstein következetes, világos és értelmes, mégis tévedett. John Bell nevét a nagy közönség alig ha ismeri, de a fizikusok szemében valódi hősnek számít. Rendkívül eredeti elme volt, aki bátran küzdött a nézeteiért. Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy honnan emelkedett a fizika nagyjai közé, akkor még figyelemre méltóbb az élet története. Az 1920-as években született egy szegény sorsú belfasti család fiaként. Apja lókereskedő volt, akinek komoly áldozatokat kellett hoznia, hogy fia a Queen's Egyetemen tanulhasson fizikát. Családjukból tulajdonképpen csak a fiú járt ki bármilyen magasabb iskolát. Bell talán éppen ezért lett olyan kíváncsi, elszánt és makacs. Emlékszem, hogy 1989-ben, egy évvel a halála előtt találkoztam vele valamilyen amerikai konferencián. Ugyanabban a liftbe szálltunk be egy kvantummechanikai előadás után. Szerettem volna szóba elegyedni a nagy John Bell-lel, ezért azt mondtam, hogy az előadó következtetése teljes badarság.
Erre ő rám merett azzal az átható kék tekintetével, én meg egy pillanatra azt hittem, hogy most ér véget a pályafutásom a fizika terén. De aztán kinyílt a liftajtó, és odaszólt nekem. Igen, teljesen egyetértek veled. Hát a hélium problémáról még soha nem hallottak ezek. Máig sem tudom pontosan, mi is az a hélium probléma, de rettentően örültem, hogy John Bell helyeselt nekem. Hosszú ideig dolgozott itt, a Harvey Brit Atomenergia Kutatóközpontban, ahol az egyik legelső kísérleti atomreaktor épült, amit Dido-nak neveztek el. Itt kezdett el töprengeni a kvantummechanika legalapvetőbb és komoly fejtörést okozó kérdésein. Vajon a kvantumvilág csak akkor létezik, ha megfigyelik? Vagy van-e valamiféle mélyebb igazság is, amit még nem fedeztünk fel? Olyannyira zavarták őt ezek a problémák, hogy még a kvantummechanika helyességén is gondolkodóba esett. Tőle származik ez a híres mondás. Vonakodom attól, hogy tévesnek tartsam, de itt bűzlik valami. Az 1960-as években ezért rászánta magát a kvantumfizika legbensőbb válságának feloldására. Igazán hősies szándék. Végül is hogyan lehetne ellenőrizni, hogy létezik-e valami, hogy ott van-e, vagy sem, ha nem nézzük meg? Hogyan lehetne belesni a függöny mögé, ha nem húzzuk félre? Nos, John Bell éppen erre vállalkozott. Azt hiszem, ez az egész fizika egyik legzseniálisabb ötlete. És az is kétségtelen, hogy megérteni és megmagyarázni sem könnyű. Mégis megpróbálom. Teszek vele egy kísérletet. Igen, attól tartok, ezúttal is hasonlatot kell használnom. Ezúttal kártyajátékot fogunk játszani. A tét viszont a lehető legmagasabb. Az, hogy milyen lehet a valóság maga. Egy titokzatos kvantumosztó lesz az ellenfelünk. Maguk a kártyák bármilyen szubatomi részecskét képviselhetnek, sőt, még fénykvantumokat, fotonokat is. A játék végére pedig ki fog derülni, hogy Einstein tévedette, vagy Bohr. Már most a játékszabály pofon egyszerű. Az osztó kitesz két kártyát a színével lefelé. Ha a két kártya egyforma, én nyerek. Ha viszont eltérőek, akkor vesztettem. Nos hát, ez piros. Akkor egy újabb pirossal nyerek. De fekete, vesztettem. Ismét eltérő színűek, vesztettem másodszor is. Ez már a negyedik. Hatszor veszítettem egymás után. Na jó, azt hiszem, tudom már, mit művel az osztó. Kétségtelen, hogy előre cinkelte a paklit, hogy az összes pár eltérő színűre jöjjön ki az osztások során. Szerencsére elég egyszerűen ki lehet fogni rajta. Annyit kell csak tennünk, hogy változtatunk egy picit a játékszabályokon. Most az eltérő színű pár lesz a nyerő. Csak hogy még így is folyton megver gonosz kvantum ellenfelem. De ezúttal is sikerült rájönnöm a furfangos osztó trükkjére. Talán kicserélte a paklit, amíg nem néztem oda, hogy mindig az ő javára jöjjön ki az osztás. Így lett minden pár egyforma színű. Hogy szavamat ne feledjem, a cinkelt pakli ugyanazt jelenti, amit Einstein mondott az összefonódási kísérletről. Azt, hogy a balos és jobbos kesztyűk már eleve ott vannak a dobozban, épp úgy, mint az ördögi osztókártyái a játék előtt a pakliban. Niels Bohr szerint viszont a piros és fekete nem is létezik, míg fel nem fettük a két lapot. John Bell zseniális módon rájött arra, hogyan lehetne végleg eldönteni, hogy Einsteinnek volt-e igaza, vagy Bohrnak.
Lássuk tehát Bell ötletét. Ezúttal már csak a leosztás után mondom meg az osztónak, hogy azonos vagy eltérő színekre akarok-e játszani. Erre azért van szükség, hogy az osztó soha ne tudja, milyen játék következik, és ne keverhesse át a paklit. Így már nem nyerhet. Vagy mégis? A szabály ezúttal két eltérő a nyerő. Oké. Két egyforma a nyerő. Hogy miben áll Bell ötletének a lényege? Ha most épp annyit nyerek a játékban, amennyit veszítek, akkor Einsteinnek van igaza. Az osztó meg csak egy ügyeskező csaló. Lehet, hogy a valóság csalfa, de objektív módon létezik. De mi van, ha tovább veszítek? Nos, akkor muszáj lesz elfogadnom a transzcendens magyarázatot. A kártyáknak ilyenkor más térben és időben terjedő titkos jeleket kell kibocsátaniuk, rácáfolva mindenre, amit csak tudunk. Ez pedig azt bizonyítja, hogy a legalapvetőbb kvantumos szinten a valóság tényleg kiismerhetetlen. Bell az ötletét egyetlen matematikai egyenletbe sűrítette, ami végleges választ ad arra a reménytelennek tűnő kérdésre, hogy milyen igazándiból a valóság. John Bell 1964-ben tette közzé az elgondolását, de a korabeli fizikus társadalom fikarcnyit sem törődött vele. Süket csönd és némaság fogadta, úgy tűnt, hogy a világ nem készült föl ilyesmire. Talán azért, mert az egyenlet nem látszott alkalmasnak a kísérletezéshez, vagy mert senki nem tartotta vizsgálatra érdemesnek. De azután eljött a változás szele, mégpedig egy elég fura millióból. Amerika válságok egész sorát élte át, Vietnam, Watergate, feminizmus, fekete párducok. Az események zűrzavarában pedig néhány hippi fizikus a kaliforniai Berkeley Egyetemen tengette életét. Tipikus hippi dolgokkal foglalatoskodtak, füvet szívtak, LSD-ztek, és olyan témákról vitáztak, mint a buddhizmus vagy a telepátia. És imádták a kvantummechanikát. A valóságnak ezt a fura változatát saját ezoterikus hiedelmeik rokonának látták. New Age stílusú fizikájukra végül a kvantummechanikát a keleti miszticizmussal elegyítő hippi könyveket olvasó nagy közönség is felfigyelt. Olyan művekre gondolok, mint a Fizika Taója, vagy a táncoló Wu-Li mesterek, és személyes kedvencemre a tér, idő és azon túl út a megmagyarázhatatlan magyarázata felé. Mostani sztorink a kvantummechanika sorsa szempontjából még ennél is fontosabb viszont, hogy a hippi fizikusokat érdekelni kezdte Einstein híres gondolatkísérlete, és az, hogy mit árul el magáról a valóságról. Niels Bohr titkos jeleit úgy értelmezték, hogy a fizika is az ő elképzeléseiket igazolja. Mert ha két részecske kísérteties kommunikációt folytathat téren és időn keresztül, akkor nem lehetetlen a hatodik érzék és a telepátia sem. Csak be kell bizonyítani, hogy valóban léteznek ilyen jelek. 1972-ben azután némi matematikai bűvészkedéssel rájöttek, hogy a Bell-féle egyenlet kísérletileg igazolható. Csoportuk egyik tagja, John Clauser, kölcsönvett pár készüléket a munkahelyi laborból, és összeállította az első valódi kvantum összefonódási kísérletet.
Ez annak a fölösleges és elcsent eszközökből épített kísérleti berendezésnek a fényképe. A rákövetkező években sokat javított rajta egy Alain Aspé vezette párizsi csapat, és pontosította az eredményeket. Végre próbára tehették Bell egyenletét, bő 10 évvel a közzététele után. Ez itt a John Clauser és Alain Aspé által elvégzett első kísérletek modern változata. A lézersugárzást egy kristály összefonódott fénykvantumokká alakítja át, majd a fotonokat két precíz nyalábba gyűjtik. A fotonok körbejárnak és visszaverődnek, majd végül elérik ezeket a detektorokat. A fotonpár felel meg annak a két kártyának, amit a hamis osztó tesz elém. A fotonok egyik tulajdonságát fogjuk mérni, amit polarizációnak nevezünk. És ezúttal ez lesz a színek megfelelője a kártyajátékban. Ha a játékban például a két piros a nyerő, akkor ebben a kísérletben két azonos polarizációjú foton kell a győzelemhez. Csak hogy itt a kvantummechanika működik, ami valamivel bonyolultabb az én egyszerű kártyajátékomnál. Ezekkel a tárcsákkal a fotonok egy másik tulajdonságának a mérését is beállíthatom. Ha ragaszkodom a kártya példához, akkor ez olyan, mintha nem csak a kártyák színét próbálnám meg eltalálni, hanem a hátoldalukét is. Nos, rendben, akkor most kapcsoljuk be a lézert, és kezdődjön a kísérlet. Ebből a számból itt megtudhatom a berendezésen áthaladó fotonok számát. Lényegét tekintve ez felel meg a játék kártyapárjainak. Ez a lefelé tartó grafikon pedig a nyerési esélyeimet jeleníti meg. Azt hiszem, éppen vesztésre állok. Minél több a foton, annál megbízhatóbb az eredmény. Ha eléri az 1%-os pontosságot, leállítom. A végső válasz tehát 0,56%. Ahhoz, hogy felhasználhassam ezt az egyenletemben, háromszor kell még lefuttatni a kísérletet, hiszen a tárcsáknak négyféle beállításuk létezik. Mindegyik futtatás olyan, mintha új szabályokkal játszanánk a kvantumosztó ellen. Ezután összeadom az eredményeket. Ha kettőnél kisebb számot kapok, akkor Einsteinnek volt igaza, ha nagyobbat, akkor Bohrnak. Oké, jöhet a második menet. Idézzék csak föl a kísérlet célját. Ha kettesnél kisebb számot kapunk, az annak bizonyítéka, hogy a kvantumosztó babrál a paklival. Ez volt az, amit Einstein állított. A második számunk 0,82 lett. Kezdődhet a harmadik menet. Ha a végeredmény kettőnél nagyobb, akkor a pakli nem lehet cinkelt, tehát másokat kell keresnünk. Rendben, a harmadik szám mínusz 0,59, jöjjön a negyedik. Az utolsó szám fogja elárulni, hogy a világ a józanész, vagy valami sokkal bizarrabb elf szerint működik. Oké, az utolsó eredmény tehát 0,56. Akkor most kikapcsolom a lézert. És már is kiszámítom a megoldást. Meg is van, annyi, mint 2,53. Ez a szám kettőnél nagyobb. Egyértelműen azt bizonyítja, hogy Einstein tévedett, és Niels Bohrnak volt igaza. Ez egy rendkívül fontos eredmény. Gondoljanak csak bele, hogy mit jelent. Az, amit Einstein képzelt a valóságról, nem lehet igaz. Akárhogyan kevergetjük is a kártyákat, nem csaphatjuk be a természetet. Az összefonódott fotonpár tulajdonságai nem lehetnek kezdettől fogva meghatározva, hanem csak a mérés pillanatában válnak valóságossá. Valami fura hatás köti össze őket a téren át. Valami, amire nincs magyarázatunk, amit csak matematikai úton tudunk elképzelni. És ami még furcsább, a fotonok csak akkor válnak valóságossá, amikor megfigyeljük őket. Fura, de ez tényleg azt sugallja, hogy ha nem nézzük, akkor a hold nem létezik. Ettől igazán megáll az ész.
Nem csoda, hogy élete vége felé Einstein a következőket írta. 50 évi tudatos töprengés után sem kaptam választ arra a kérdésre, hogy mik a fénykvantumok. Bármelyik Tom, Dick és Harry abban a hitben él, hogy tudja, de tévednek. A kísérlet megerősíti ezt. Bármi zajlik is, az a helyzet, hogy nem értjük. De ez nem jelenti azt, hogy ne kereshetnénk a megoldást. Einsteinnek az az álma, hogy találunk valami józan és észszerű magyarázatot, végleg szertefoszlott ugyan, én mégis úgy gondolom, hogy a tapintható valóságot azért nem kell megtagadnunk. Einsteinnel együtt én is azt vallom, hogy ezeknek a fura kvantummechanikai eseményeknek igenis lehet valami emészthetőbb magyarázatuk. Vajon léteznek-e kísérteties távolhatások és párhuzamos univerzumok? Tényleg a megfigyelés hozná létre a valóságot? Bármi legyen is az igazság, a kvantumvilág akkor sem lesz kevésbé furcsa. Valahol mindig fel fogja ütni ocsmány fejét. Százhúsz évvel ezelőtt a villanyizzó idézte elő a tudomány legnagyobb forradalmát. És a tudósok máig használnak nagy erejű fényforrásokat. Például röntgensugarakkal tárják fel a természet egyre újabb titkait. Ez itt a Diamond Light Source, Nagy-Britannia legnagyobb tudományos létesítménye. Röntgensugarai 10 milliárdszor erősebbek a kórházi röntgengépekénél. Ekkora energiával a tudósok már felszeletelhetik az anyagot és kileshetik legbensőbb kvantum titkait. Ezzel a nagy teljesítményű sugárnyalábbal olyan új anyagokat vizsgálnak a kutatók, amelyek a gyakorlatba átkerülve minden korábbival vetekedő áttörést hozhatnak majd az elektronikában. A 20-as és 30-as évek kvantum úttörői tudományos műszaki forradalmat idéztek elő annak idején. A fizikusok mai nemzedéke egy új kvantumkorszak eljövetelén dolgozik. Manapság már feltörhetetlen számítógépes biztonsági megoldások, újfajta kommunikációs rendszerek, szupergyors számítógépek alapulnak azon a kvantum összefonódáson, amit Einstein annyira utált. A távlatok beláthatatlanok. Nos hát, ezért olyan izgató és csüggesztő számomra a kvantummechanika. Szeszélyes, természetellenes, sőt néha hibásnak tűnik. Mégis nap mint nap új meglepetéseket okoz. A magam részéről azt gondolom, hogy a kvantumvilágról szerzett tudásunk korán sem teljes. Még jó néhány fölfedezetlen természeti igazság létezik. Ez az, ami nekem meg annyi álmatlan éjszakát okoz. Tartsanak velem a következő részben is egy még meglepőbb kvantumvilágba. Kiderítjük, hogy e fura szabályoknak mi közük van az élethez, és hogy a szubatomi részecskék bizarr viselkedése befolyásolja-e magát az evolúciót. Közreműködött Kárpáti Levente, magyar szöveg Alföldi Balázs, szerkesztő Lerner Balázs, hangmérnök Pap Krisztián, gyártásvezető Kovács Marian, szinkronrendező Gellén Attila. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette.